itt kell megtölteni, és így. Sasvári Gábor, az esemény egyik szervezője nagy lelkesedéssel beszélt a szórakoztató programjukról. Tavaly évben sikerült első ízben megszerveznünk ezt a vízipisztoly csatát, ami igazából annyira nem nagyon volt meghirdetve, de annak ellenére nagyon jól sikerült, elég sokan eljöttek, és mivel ugye fergeteges hangulat volt, és mindenki nagyon jól érezte magát, úgy gondoltuk, hogy ezt megismételjük, de most már ugyanaz a csapat, aki ezt tavaly szervezte, most már van egy ilyen kis egyesületünk, ez az Érted Veled Aparhantért Egyesület, és akkor most már ennek a keretein belül szerveztük. Igazából azért alakultunk, mert szeretnénk így a falu életét egy kicsit így felpezsdíteni. Ez egy teljes mértékben, szóval ez nem egy ilyen hivatalosan bejelentett valami, ez teljesen egy ilyen tényleg civil szervezet, hogy így egy pár jó barát így összeállt, és akkor mi így szoktunk ilyen, hát mindenféle közös programot, például legutóbb egy személygyűjtési akciónk volt, amiben arra hívtuk fel a falu lakosságát, hogy akinek kedve van, az jöjjön el, és segítsen összeszedni egy kicsit a szemetet, megtisztítani a falut. Meg hát ilyen ehhez hasonló rendezvényeket szoktunk, például szokott lenni Mikulás futás, ott az is ilyen teljesen civil rendezvény, ahova ilyen felajánlásokba szoktak jönni, mit tudom én, nénik sütnek pogácsát, meg zsíros kenyeret készítenek, meg ilyenek, és akkor összejön így a falu, egy ilyen kis csapat, és akkor ugye közösen hát élvezzük a programot. Ezen a nyáron már szerintem több tervünk nem lesz, de hát az év végén ugye egy Mikulás futás az biztosan lesz, aztán majd mi meglátjuk majd, amikor jönnek az ötletek, akkor megvalósítjuk őket. Mikulás futás az tavaly elég jól sikerült, de hát az is már évek óta megszervezésben van, szóval az se mi kezdtük úgy konkrétan el, csak ugye kötődik mindig valakihez. Például ez is ugye, meg a Mikulás futás is ugye kötődik az egyik tagunkhoz, aki annak idején azt elkezdte szervezni, és akkor most már ugye így az egyesület keretein belül szervezzük. Sasvári Dorka jókedvűen mutatta meg különleges vízipuskáját. Ilyen, olyan, mint egy igazi puska, csak gondolj az egyik, meg elszállodni a vizet. Az önkormányzat mindig szívesen segít a szervezésben, és együttműködik az aparhantiakkal a kezdeményezéseik megvalósításában. Nagyon örülünk az Érted Veled Aparhantért kis közösségének, hogy megtervezte ezt a kis programot így a nyár közepén. Az önkormányzat azzal járult hozzá, hogy egy kis happartival szeretnénk kedveskedni majd a program zárásaként a gyerekeknek, úgyhogy a Mecsek Nádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fog kijönni, és a gyerekeket megörvendeztetni egy kis happartival, illetve itt van egy kis nyugizóna, amit kialakított. Itt a szabadidőparkunkban, itt egy kis üdítővel kedveskedünk a gyerekeknek a program során. Felnőttek és gyerekek egyaránt élvezték a programot. A csoport eseménye idén is remek hangulatot varázsolt a játszótérre.